a görögkatolikus metropólia idei középiskolai hittanversenyének döntőjét Mária Pócson rendezték. Csodálatos az Isten az ő szentjeiben. Ezt a Zsoltár verset választották mottónak. A versenyre jelentkező 71 csapatból az írásbeli fordulók után 10 csapat jutott a döntőbe. Voltak, akik régi, nagy hagyománnyal rendelkező intézményekből érkeztek, de voltak olyanok is, akiknek az iskoláját az utóbbi években vette át az egyház. Eddig a Klikké volt az iskola, igen. Ugye? Aztán jött ugye a váltás, és minden jobbra fordult. Aztán úgy, ha már az iskola tesz értünk, akkor mi is tegyünk valamit az iskoláért. Egyébként, és igen. Mivel ez az első olyan versenyünk, ami úgy konkrétan a hithez, a hittudományhoz kapcsolódik, nem is volt kérdés, hogy részt szeretnénk benne igen. venni. Tehát ugye Tibor atya odajött hozzánk, és lényegében felajánlotta, hogy hát lenne verseny, és szeretnénk-e menni, és rögtön rávágtuk, hogy persze, hát egyértelműen tudja, jövünk. Hogy kik azok a személyek, akik vevők ilyen igen. Annyit kérdeztünk mi is, hogy ez mivel jár, hova kell menni, mit kell csinálni, ugye az alapdolgokat, de hát ezek mind simán mentek. Ezt itt a versenyben is tapasztaltuk, tehát hogy itt már azért látszott, hogy bővült a tudásunk, és hogy sok mindent megjegyeztünk egyébként a feladatlapokból és igen. az előzőkből, sok minden megragadt. Még igazából ez sem olyan nehéz, meg nem ilyen magolós, hanem hogy elolvasod, és érdekes, és megjegyzed, mert igazából igen. tényleg, amit olvasol, az érdekel, és nem tudom, nem olyan, mint egy kémia, vagy egy biológia. Tehát nem kényszerből kell, igen, na, hogy tanuld meg. Nem kell magolni, hanem elég egyszer elolvasni, aztán megragad. A legfontosabb a gyakorlat, az, hogy hogyan élem meg, és hogyan gyakorlom a hitemet, de nyilván ehhez kell, hogy társuljon egy megfelelő tudás is. Én a püspök atyával még sosem találkoztam, nem is láttam élőben, nem találkoztam vele személyesen, tehát ez is egy élmény volt, hogy egy görög katolikus püspökkel tudtunk ilyen közvetlenül beszélgetni. A feladatok is tetszettek, mert ez jó volt, ez az előadásos, tehát a jelekölet a négy szent életének egy jelenetét, ez tökre tetszett, meg ez a pázis dolog is nagyon kreatív volt, szóval szerintem jó, hogy nem csak be kellett magolni egy csomót, hanem mi a kreativitásunkat is meg kellett mutatni. A szervező atyák nagyon készségesek voltak, és ebben a szűk délutánban azért az egész görög katolikus egyházat nem lehet megismerni, de én úgy látom, hogy egy nagyon befogadó és egy nagyon pozitív lelkületű egyház. Rengetegen kérdezték, hogy meg miért, meg miért pont ti, mikor nem ide jelentkeztetek, nem ilyen helyre jelentkeztetek, most ennyire megváltoztatta volna a jellemeteket, meg a hozzálátásokat az, hogy váltás történt a fenntartóban. És szerintem igen, mert mindenki valamilyen szinten átszellemül azokon a hétfői, ugye 20 perces áhítatokon, amiket Tibor atya levezényel, mert nem az van, hogy beülünk és csak imádkozunk, és néz előre a falra, vagy hajtsd le a fejed, hanem próbálja mindegyiket hétről hétre színesíteni, vendégeket hív. Minden héten mesél valami olyan történetet, ami esetleg hatással lehet ránk, vagy igen. tanító jellegű. Meg eléggé elfogadó is, mivel hogy nem eleve görögkatolikus gimnázium voltunk, hanem átvette. Ezért rengeteg olyan diák van, aki nem görögkatolikus vallású, hanem mondjuk római, vagy református, vagy nem tudom. Én református vagyok, és igazából én szeretem a vallásomat, nem erőltetik rá az emberre a kifejezetten a görögkatolikus nézeteket, hanem tehát elfogadják. Elfogadják azt is, ha nem vagy megkeresztelve, vagy éppen nem vagy annyira vallásos, meg az összes vallást is egyenlőként kezelik. Hogyha én nem szeretnék imádkozni, vagy csak magamban szeretnék, akkor arra is van lehetőségem, tehát senki nem fog oda jönni hozzám, hogy na igenis, mondjad, imádkozzál, te is énekeljél, hanem így ráhagyják az emberre. Nagyon aktuálisak a szentek, egyes szentek élete. Például ugye Romzsa Tódor is ugye vértanúságot halt, és a mai világban is keleten ugye keresztény üldözésről beszélhetünk. A hitet megvallani nem egyszerű, és sokszor ez áldozattal jár. És hogyha Romzsa Tódornak az életútját követjük, valamint ezt a
hitvallását, akkor könnyebb szerintem ezt a vallásos életet megélni, és ezáltal könnyebb esetleg az életet is megélni ilyen rosszabb körülmények közepette. Szerintem a legalapvetőbb dolog az az egyszerű, tiszta szívű hit. És ezt alátámaszthatja későbbiekben a megszerzett tudás is. Ezért is választottuk Szent Erzsébetet, mivel nagyon sokat segített az embereken, és nem magát, hanem másokat tette előtérbe. És szerintem ez nekünk is jól jön, mivel a mai világban, ugye a mi körünkben ebben a 16-17 éves korú gyerekeknél ez probléma lehet, mert mindig csak azt nézik, hogy nekik mi lehet a jó, ugye önzőek, és nem tudják az értékeket rendesen fontossági sorrendbe helyezni, ugye. Szerintem mi is nagyon sokat tanultunk ezektől a szentektől, mondhatjuk úgy, hogy még pluszban rajtunk is segítettek. A mai korban, főleg a fiatalok egyre nehezebben tudják vállalni ezt a felvállalni a kereszténységet, hiszen azért valljuk be nem könnyű, hiszen alázatosságra nevel, tisztaságra, becsületre, és sok a csábítás, és nagyon jelen van a gonosz és a kísértés ebben a világban. És ugye nem csak most, tehát régen is ez ott volt, de így a mai fiatalok úgymond elszekularizálódtak, elvilágiasodottak, és így egyre kiszorul az egyházi élet, a vallásos élet az emberekből. Sokat küzdöttem azzal, hogyha akár vonaton, vagy telekocsiban valaki megkérdezi, hogy hova készülök, és akkor nyilván azt mondja, hogy közgázra, az tök jó, de hogy az, hogyha azt mondom, hogy hát teológiára, és hogy pap szeretnék lenni, az azért nem annyira egyértelmű, és hogy elfogadom azt, hogy lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hát ez most mi, nem pozitív. De ennek ellenére felmerem vállalni, hogy pap szeretnék lenni. A világ ugye egyre jobban szekularizálódik, és ugye, hogy úszunk az árral, és hogy én is megpróbálok ezt ellen tenni, hogy én ne kerüljek bele. Tehát, hogy szeretnék katolikus maradni, nem mint pap, hanem mint civil ember.